Június 30-án készültek ezek a felvételek egy egri telephelyen. A képeken jól látszik, hogy egy kapucnit viselő személy szatyorral a kezében az egyik parkolóautóhoz megy, majd betöri az ablakát és tüzet okoz az utas terében. A visszapillantó mutatja, hogy a jármű szinte azonnal lángra kap, a gyújtogató pedig elhagyja a helyszínt. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást és a lakosság segítségét kéri. Aki a bűncselekménye kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, az tegyen bejelentést személyesen az egri rendőrkapitányságon, vagy az ismert segélyhívószámok valamelyikén, továbbá a névtelensége megőrzése mellett a telefontanú vonalán a 0685551-es telefonszámon. A tűz következtében a jármű teljesen kiégett, úgy tudjuk, a kár közel 10 millió forint.